Nos, szeretettel köszöntök mindenkit a műsoromban. Legutóbbi vendégem Juhász Zsuzsa volt, aki szociális nevelést tanít a Horváth János Elméleti Liceumban. Az interjúban arról kérdeztem, hogy milyen a tanári pálya, hogyan bánjuk a pénzzel, és mi a vélemény a mai generációról, illetve a diákokkal való közös munkáról. Tartsatok velünk! Nos, köszönöm szépen, hogy elfogadtam meg Juhász Zsuzsa tanárnő, üdvözlöm! Üdvözlöm, üdvözöllek! Nos, ön közigazgatást végzett. Miért pont ezt az utat választotta a továbbtanuláshoz? Mert érdekesnek találtam. Mi vonzott ebbe a tantárba leginkább önt? A közigazgatásban? Vagy amit tanítok az iskolában? A közigazgatásban. Közigazgatásban nem sok minden vonzott, csak nem jutottam be a jogi egyetemre. Azért iratkoztam át a közigazgatásra. Értem. Mivel ő már sok éve szociális nevelési tanárnő, így felmerül a kérdés, hogy mit gondol a tanári hivatásról? Egyre nehezebb évről évre. Mi a legnehezebb a tanári hivatásban? Az, hogy a gyerekeknek hiányzik az otthoni 7 év, és nem tudnak viselkedni, meg nem tisztelik a felnőtteket, és nem nagyon akarnak tanulni se. A szülők meg még hátulról, még a gyereket védik a helyet, hogy látnák a valóságot, és megnevelnék a gyerekeiket. Mit gondol a diákokkal való közös munkáról? Szeret velük együttműködni, őket tanítani, vagy egyre nehezebb, és nem fogadnak szót? Szeretek velük dolgozni, hogyha érdekli őket, ha bizonyos lecke, vagy lecke rész, vagy feladat, akkor igenis. Egy része aktivizál, de akkor is van egy része, amelyik olyan nem törődöm. És sajnos az egész világ egyre jobban erre vált, évről évre. Értem. A szociális nevelés arról is szól, hogy a gyerekek jogáit tudjuk gyakorolni, viszont arról is szól, az köködik be. Viszont arról is szól, hogy egy átlagos fizetésre is tudjunk minőségi életet élni. Mit gondol? Az nyolcadikba. Lehetséges egy átlagos fizetéssel minőségi életet élni ön szerint manapság? Nem. Nem. Tehát nagyok az árak és túl nagyok az árak fizetéshez képest, igaz? Ezt. Igen. Mit gondol, érdemes egy átlagos fizetéssel rendelkező embernek kölcsönt felvennie? Nem. És én pont úgy csináltam, és alig győzöm fizetni a sok adósságomat. A lakásrészletet, a biztosítót, stb. Egyik évről a másikra. Értem. Akkor gondolom, hogy vannak akkor most is anyagos, válságos anyagi helyzetei, igaz? Tehát most is vannak nehéz helyzetei. Minden hónapban. Most például a szüleimtől kaptam húsvétra, hogy legyen mit egyek, mit tegyek az asztalra. Mint az utóbbi 5 évben. Mit gondol, mi a legnagyobb hiba, amit a társadalom elkövet a pénzzel kapcsolatban, vagy a pénzügy bánásával kapcsolatosan? Hogy a bankhoz fordul. Mit gondol, a bankok miért adnak nehezen kölcsönt, és miért ennyire nehéz egy kölcsön kifizetése? Csak húzzák az időt, nem olyan nehéz a kölcsön kiadása. Viszont a fizetésnél egyre több kamatot számítanak fel, meg változó kamatot írnak a legtöbb szerződésbe azért, hogy ők minél jobban nyereségben legyenek. Hát én 3 év után, hogy megvettem a lakást, többet fizetek, mint az első havi részletem, 400 lejjel. És ez csak azért, mert ilyen ingadozó a kamat. Tehát ők most havonta 400 lejt gombolnak le rólam pluszba a kamatra csak, holott már sokkal kevesebb kéne legyen maga a részlet. Értem. Ön szerint az emberek többsége jól osztja be a pénzét, vagy a legtöbben felelőtlenek a pénzzel kapcsolatosan? Mit osszanak be? Azt a keveset, ami van, alig tudnak megélni nagyon sokan. Akinek meg jó sok van, az meg vagy fösvény, vagy elhertálja. Nos, mivel már több éve a tanári szakmában tevékenykedik 10 éve, mit gondol a mai generációról? Jó irányba halad a társadalom, vagy egyre rosszabbak a diákok? Egyre rosszabb. Egyre rosszabb, mikor a parkba sétálok a kutyáimmal, és akkor látom a 6-os, 7-es gyerekeket, hogy már dohányoznak, meg olyan csúnyán beszélnek, hogy úristen, és a szülők meg a legtöbbje még tudja is. És akkor, ha megkérdi az ember tőlük, hogy mégis valami büntetés, vagy
változtatás. Csak hozzák a vállukat, hát nincs mit csináljak, majd elmúlik, majd kinövi, ilyen szöveggel vannak, akkor szerintem jó felé nem halad a világ. Éjszakánként meg hallatszik a ralizás, a visongás, reggelre meg úgy néznek ki a parkok, mint hogyha háborús övezet lett volna. Gondolom, akkor vezetnénk egy rosszabb irányba a társadalom. Mit gondol, mi segíteni a mai, Sajnos. mi segíteni a mai generációnak, hogy fegyelmezettebbek legyenek? A szülői szigor otthonról kezdődik a probléma, mert a tanítók, tanárok már nem tudnak annyira, nincs a kezünkben semmi. Tehát minden, amit törvényes, majdnem minden, ami törvényes, elvettek tőlünk, hogy a gyereket valahogy jó útra tereljük. A szép szó meg sok gyereknél kevés. Tehát az otthoni 7 év, hogyha meg lenne, van egy-egy osztály, vagy egy-egy osztályban 10-15-20, mikor mennyi diák, de van, hogy csak 3-4 diák van, amelyeken igenis látszik, hogy jól megnevelték a szüleik, és tudnak viselkedni, és tanulnak is, és jó felé haladnak. A többi, amelyik meg nem nagyon tanul, vagy nem törődnek velük otthon, azok meg rossz irányba haladnak. És mit gondol, egy jó diákot tud befolyásolni egy nagyobb negatív osztályról több a rossz diák, hogy rossz irányba terelje őt? Hát ott már az otthoni dolgoktól is függ, meg a gyermek karakterétől is. Hogyha gyenge jellem, akkor befolyásolják a többiek, ha nem, akkor ő az útján megy tovább, és sikeres ember lesz belőle. Mivel a tanári szakma egy hivatás az ön számára, gondolom sokáig szeretne tanárként tevékenykedni. Milyen más tervei vannak a tanári szakmát illetően a jövőre nézve? Hogy érjem el a nyugdíjas kort. Értem. És mit gondol, minden tantárgyot tanító tanárnak ugyanolyan nehéz a sorsa, vagy különbözik ez tantárgy szempontból, hogy kinek könnyebb és kinek nehezebb? Nekem a gyerekekkel nem nehéz meg az óráimon. Tehát nem az órákon, hanem amit az utcán látok, meg a városban alapjáraton. Tehát, de viszont látom őket, meg hallom másoktól, hogy viselkednek más órákon, meg más környezetbe. Tehát én azok alapján meséltem. Értem. De, tessék? Értem. De viszont lehetne jobb. Lehetne jobb. Ennek volt már dolga esetleg nagyon problémás diákkal, akit sikerült végül fegyelmezni, vagy volt ilyen problémája az óráján? Persze, hogy volt, persze, hogy volt, de megoldottak nagyon simán. Én nem kell fegyelmeztem, én csak szépen megmondtam az illetőnek, hogy ezzel a viselkedéssel, meg ezzel a beszédstílussal minősíti önmagát, a szülői nevelést, és a szüleit szégyeníti elsősorban, utána meg saját magát. És ha másut is így viselkedik, akkor rossz véleménnyel lesznek róla is, meg a családjáról is. Mert nem azt mondják, hogy az iskolában tehát mi nem tanítunk trágár szavakat, meg ilyesmiket, meg ilyen stílust, meg vandalizmust, úgyhogy onnan nincs, hogy ilyesmi jöjjön. A baráti körből, meg a szülői nem törődömségből jönnek ezek a dolgok. És amikor például szülőjétek kezdett van felhozza ezeket a problémákat, vagy inkább próbál a Én nem diákoknak? vagyok oszi. Én nem vagyok oszi, úgyhogy nincs, hogy felhozzam ezeket a témákat, de az osztályfőnökök biztos, hogy felhozzák, ahol ilyesmi problémák merülnek fel, magatartási problémák. Ha tegyük fel, ön lenne iskolai igazgató, hogyan próbálna javítani a diákoknak a helyzetén? Milyen megoldást találna? Nem szeretnék iskolai igazgató lenni. A mostani igazgatónő nagyon jól végzi a dolgát, és amit csak tud, a többi kollégával, oszikkal, két aligazgatónővel mindent megtesznek, hogy az iskola nagyon jól működjön. Szerintem az ő munkájuknál többet nem tudom, ki tudna tenni. Szenzációs. Na hát akkor nagyon szépen köszönöm. Úgyhogy a nevelés, az otthoni nevelés, az nagyon hiányos. És mit gondol, a szülők nyitottak lennének arra, hogy meghallgassák a tanárok véleményét ez ügyben, vagy inkább csak nagyon védő módon álljanak hozzá a dolgokhoz, és védenik a gyereket, és nem hallgatnak meg a tanárnak a Egy kritériumait? Dolog meghallgatni, mert akárki meghallgatja a másikat, de utána úgy cselekszik, ahogy akar. És azt mondom, amit akar a másik háta mögött. Pontosan. Mit gondol, a Horváth János elméleti líciumnak fényes jövője lesz még?
Szerintem igen, jó felé halad, pláne hogyha ott a közép részen meg lesz, szépen lassan felépül az épület is. Szerintem jó lesz. Rendben, nagyon szép. Szakiskolák is megvannak, a titkársági pozícióm is működik, úgyhogy szerintem jó felé halad az iskola. Miért? Tehát akkor így is legyen, és nagyon is így továbbra is sikeres az iskola. Köszönöm szépen, hogy elfogadtam meghívásomat, és hogy válaszolt a kérdéseimre. Szívesen! Köszönöm, viszont hallásra. Viszontlátásra! Örülök, hogy velünk tartottatok most is. Remélem sok érdekes dolgot megtudtatok a tanári szakmáról is. Tartsatok velünk legközelebb. Sziasztok!